Megszűnt a szabadtéri kocsma az Úgyőri főtérnél. Sokan legalábbis annak használták azokat a kőpadokat, ahol a közterületi alkoholfogyasztás és szemetelés napi szinten gondot okozott. A Miskolci Önkormányzati Rendészetnek itt többször be kellett avatkoznia az elmúlt időszakban, emiatt a problémás kőpadokat önkéntes munkában maguk bontották el. A kezdeményezést örömmel fogadták a környéken élők. Mindenki figyelmét felhívom, hogy a biztonságos munkavégzés a legfontosabb. Csütörtök délután a Bükkáruháznál vonultak fel a Miskolci Önkormányzat rendészet munkatársai, akik ezúttal nem ellenőrzés céljából érkeztek. Önkéntes munkában vállalkoztak arra, hogy elbontják a területen lévő kőpadokat, amelyeknél korábban rendszeresek voltak a szabálysértések. Örülök neki, igen. Szerintem ennek különösebb funkciója nincs, és ha van is, akkor az nem helyén való, ennek a városnak azért a képét ez rontja. A hajléktalanok előszeretettel használták szabadtéri kocsmaként a területet, ezzel zavarva az Újgyőri főtér környékén élőket és a közlekedőket egyaránt. Rendszeresen előfordult, hogy az illuminált állapotban lévő személyek zaklatták is az itt elhaladókat. Nem tudnak minket itt tabajgatni azok, akik nem idevalók. Szerintem valamiképpen nekik is kéne a sorsukat rendezni. De ez itt borzalom, hogy az embert nem tud úgy nyugodtan elmenni, hogy ne szólítsák le tizen. A MIÖR munkatársai a betonülőkéket maguk bontották el. A munkálatokhoz a városgazda szerszámokkal és konténerrel nyújtott segítséget. Vince Csaba szerint a padok felszámolásával nem csak a környéken élők élete, de saját munkájuk is könnyebbé válhat. Az önkormányzati rendészetnek régóta problémát okoz ez a hely, és az itt lakóknak elsősorban, nem csak nekünk. Ez egy gyülekezési hely, egy gyülekezési pont, ahol a környékben lakó vagy hajléktalan személyek megvásárolják a szeszes italt, a történelmi borvidékről származó kannás borokat, azokat itt elfogyasztják, szétdobálják. Egyrészt ugye a közterületi szeszes italfogyasztás is büntetendő, másrészt pedig ugye a közterületi szemetelés, a köztisztasági szabálysértés elkövetése is. A kibontott kőpadok helyére a városgazda hamarosan növényeket ültet, amelyben a MIÖR munkatársai szintén szívesen részt vállalnak majd.